Sziasztok! Köszöntünk benneteket a Fesztelen legújabb adásában. Először nézzük meg, mely eseményekről marad emlékezetes az elmúlt hét. Különféleképp ünnepelték meg világszerte a Valentin napot. Bangkokban a Bang Rang városrész számít a szerelmesek oázisának. A párok ugyanis tömegesen kötnek házasságot Valentin napkor ezen a helyen. A helyi vállalkozók különféle ajándékokkal járulnak hozzá a több mint 1000 fiatal pár boldogságához. Mintegy 300 tanár és tanuló vörös rózsákat és szív alakú különféle díszeket vitt a Rangae körzetben elhelyezett katonáknak. Így szerették volna megköszönni nekik, amiért vigyáznak a nép biztonságára. Szerbiában Vrnjacskabanyán ötödször szerveztek csókversenyt a szerelem hídján. A versenyen összesen 15 szerbiai pár vett részt. A legidősebb versenyzőnek egy 78 éves pár számított. Az eddigi leghosszabb csók 1 óra 8 perc és 44 másodpercig tartott. Aluraci Iréna és Borzsis Györgye ezt megdöntve az első helyezést érték el. 1 óra 20 perc és 34 másodpercig tartó csókjukkal. 4 éve és 8 hónapja járunk, háromszor vettünk részt a versenyen. Első évben harmadikak lettünk, másodszor másodikak, az idén pedig elsők. A texasi egyetemen komoly akciót szerveztek a szerelmesek napja alkalmából. Egy csoport egyetemista ismeretlenektől szeretett volna csókot kapni. Szándékukat borítékba rejtve tartogatták, majd elolvastatták a kiválasztott személyekkel, akik különféleképp reagáltak a furcsa kérésre. Please. Okay. Serious? Yeah. Okay, you can go right there. I can't. You can't? Yeah. All right, thank you. Hey. There you go. Thank you. Came to the conclusion through the autopsy investigation that the Rican miner's death was suicide. Egy nappal korábban, február 13-án a volt kelet-németországi Dresdában ismét felvonultak a jobboldali szélsőségesek, akik évről évre megemlékeznek az 1945-ös bombázásokra, amelyben 25 ezer ember vesztette életét ebben a városban. 2010 óta azonban mások is felvonulnak, méghozzá az említett csoport ellen. Fontos megmutatni a náciknak, hogy ellenük vagyunk, nem engedélyezzük, hogy szabadon felvonulgassanak. Meg kell mutatnunk nekik, hogy ez nincs rendben, és hogy vannak olyan emberek, akik szembeszállnak velük. Szerda délután több mint 10 000 polgár egy 3,5 kilométeres emberláncot alkotott az Elba partján, a szélső jobboldali eszmék és az idegen gyűlölet ellen. Szerintem megnehezítjük a felvonulást, nem fogunk fizikailag ellenállni, de hadd lássák, nem értünk velük egyet. Fázunk, de megéri. Tudjuk, miért vagyunk itt. Megközelítőleg 3,5 000 rendőr vigyázott a közbiztonságra. Jelentésük szerint nem volt példa komolyabb rendbontásra, csupán 2 rendőr sérült meg. Tavaly több mint 100 tüntető sérült meg a két csoport összetűzése során. Came to the conclusion through the autopsy investigation that the Rican miner's death was suicide. A 12 Points Fesztivált 2007-ben szervezték meg először, azóta többek között londoni, léci, belfasti, brüsszeli, szkopjai, budapesti, stockholmi tehetséges fiatalok léptek itt fel. I really like the concept of improvisation. Szeretem magát az improvizációt. Akármikor játszom, igyekszem minél többet rögtönözni. Ez az én nyelvem. You know, a lot. This is, you know, this is my language. It's just musical, even though you have to. Ez csak zene, akkor is, ha külön műfajba kell besorolni. Csak zene, punkkal, jazzzel és finn természettel, meg az életünkből eredő furcsaságokkal.
A fesztiválon olyan tehetséges fiatalok lépnek fel, akik már megmozgatták a saját országaik zenei színterét, de nemzetközi elismerésre lenne szükségük. A 12 Points Fesztivál félemeletet képez a nagy nemzeti és nemzetközi zenei fesztiválok között. Felsegíti a fiatal zenészeket a következő emeletre. Az idei fesztiválon felléptek többek között a Hanna Pausberg Concept, a strasbourgi Ozma, a göteborgi Soil Collectors és a római Enrico Zanissi Trio. A Fiatalírók Szövetsége az egyetlen olyan magyar fiatalírói kör, amelybe határon túli fiatalok is bekapcsolódhatnak. Ezáltal erősödnek a fiatal szerzők lehetőségei és kapcsolattartása. A szervezet tagjai Újvidéken és Szabadkán is bemutatták Rédei Gábor, Molnár Illés verskötetét és a FISZ pályadíjas Korpa Tamás alkotásait. És milyen érzés írónak lenni? Hogyan születik a mű? Nem azt fogalmazom meg szépen, hogy nekem most ilyen bánatom van, vagy ilyen örömöm van, hanem hogyha valami olyan összetett dolgot akarok akár csak olyan dolgokra rákérdezni, vagy olyan mélyről jövő dolgokat kifejezni, amik egyszerűen így versben jönnek elő. És hát aztán ezzel kinkeserves munka is van, hogy abból olvasható vers legyen. Egy ilyen kreatív formát kerestem annak, hogy a gondolatomat tudjam közvetíteni. Úgy éreztem, hogy van néhány olyan érdekes nyelvi játék, ami esetleg másokat is gyönyörködött, és szerettem volna ezzel is foglalkozni hosszú távon, és ezért gondoltam, hogy elkezdek írni, és próbálok érvényesülni ezzel a téren, ami mindig lenyűgözött. Hát egyszerűen az, hogy így kéreckedik az ember nyelve hegyére a nyelv. Itt van egy homonímia, a nyelve hegyére a nyelv. A nyelve hegye az már önmagában egy antropomorfizáció. Így forogja ki magát a bennem működő szövegemlékezet, illetve a belőled származó képeknek, stb. Az invenciója, a találékonysága. A Fiatal Írók Szövetség az mondjuk 15 évvel ezelőtt alakult, és az elsődleges célunk az, hogy a fiatal irodalomnak a működését támogassuk. Tehát, hogy tulajdonképpen a konkrét kiváltó oka az volt, hogy olyan magyar irodalmárok is tagjai, vagy írók és költők is tagjai lehessenek egy érdekképviseleti szervezetnek, akik a határon túl élnek tulajdonképpen. A FISZ különféle komponenseket mozgat. A Fiatal Írók Érdekvédelmi Szervezeteként szépirodalmi szövegek kiadásával, irodalmi szocializációval, műhely munkákkal, egy-egy szerző profiljának felépítésével és teoretikus-kritikus vetületekkel is foglalkozik. Az irodalom olykor kapcsolatokon és fogadókészségen is múlik, mondja Márton. Minden évben tartunk egy ilyen túrát, ahol Vajdaságba jövünk el, és igyekszünk elhozni a legfrissebb magyar irodalmat. A másik kulcs terület az természetesen az erdélyi magyar irodalom, és a Felvidékkel is nagyon jó kapcsolatot tartunk. Hogy sikerül ezeket kialakítani, ezek mindig személyes kapcsolatokon alapulnak. Tehát ugye azt érzékeljük, hogy akkor tudunk jól együttműködni, hogyha van fogadókészség, és hál' Istennek itt Vajdaságban, nem csak Szabadkán, hanem most már Újvidéken is azt érezzük, hogy van fogadókészség erre. Nagyon tetszik a FISZ-ben az, hogy nem zárt közeg, nincs benne egy ilyen elitizmus, hogy akik közénk tartoznak, azok, akiket mi futtatunk, és másokat nem, hanem itt is most például a helyi fiatalok között a szerkesztők így keresnek olyan tehetségeket, olyan új szerzőket, akik érdemesek arra, hogy megjelenjenek, akik érdemesek arra, hogy publikálják őket, foglalkozzanak velük, mert valahol ez a Fiatal Írók Szövetségének a küldetése, hogy megtalálni az új hangokat, akik aztán később előre viszik az irodalmat, akik másképpen szólalnak meg, mint a nagy átlag.
Mennyire fontos az egyéni hang, tehát egy-egy írónál, és mennyire van jelen manapság a fiataloknál az egyéni alkotói hang? Én azt érzem egy picit a fiatal magyar irodalomban, hogy vannak bizonyos sztendernek, vannak bizonyos elvárások, amit követni kell, és ez tulajdonképpen, hogyha egy bizonyos intelligencia szint fölött van valaki, vagy bizonyos képzettség fölött van valaki, ezt nagyon könnyen meg tudja csinálni. A nehéz az, hogy ebből a közegből egy picit kinőni. És azt tudom mondani, hogy általában a FIS-nek a szerkesztői azok nagyon nyitottak a meglepő vagy megdöbbentő dolgok irányába is, tehát hogy mi nem ilyen értelemben semmiképpen sem vagyunk konzervatívek, tehát hogy szeretjük azt, hogyha valaki akármilyen irányba is, de eltér a mindennapi megszokott normáktól, és föl tudja múlni azokat. Tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Szerintem jó az, hogyha nem csak budapesti irodalmi közegben mozgunk, mert ez más, ez kicsit radikálisabb, izgalmasabb és kockázatvállalóbb. Eltér attól a kortárs közbeszéd standardjaitől, attól a divatos költészettől, ami szerintem eléggé budapest-centrikus, és eléggé homogenizálja a fiatalokat. Tehát látják a fiatalok azt, hogy mik azok, amik a budapesti folyóiratokban megjelennek, milyen kötetek jelennek meg, és talán öntudatlanul, talán tudatosan ahhoz szabják magukat. Itt ezen a környéken azt látom, hogy ez sokkal szerteágazóbb, és sokkal szabadabb, és sokkal nagyobb az együttműködés képzőművészek és irodalmárok közt, tehát például ahogy egy folyóirat megjelenik. Az Újvidéki Színház Színes Szilánkok Diákszínpad Társulatának idősebb tagjai úgy döntöttek, hogy idén mozgásszínházi előadást állítanak a színpadra. Ebben a kifejezési formában általában 5 személy vesz részt, viszont a Színes Szilánkok csapata merész vállalkozásba fogott, és 17 szereplős táncdarabot vitt színre. Az előadás a Végletek címet kapta. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, jot it, pawn it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, turn it, rip it, drag it, drop it, zip it. Meg mit kiemelni a nézők számára, ami érdekes lesz ebben az előadásban? Az egész. Mert más, tehát nem, ilyet még nem láttak itten. Tehát az egész érdekes és szép. A színésznek kellett a mozgása, hogy megmagyarázza azt a jelenetet, vagy azt, amit ő el szeretne mondani. És nem szavakkal, hanem mozgással. Egy vagyok a sok közül, úgy érzem. Tehát nincs konkrét szerepe senkinek. Mindannyian egyek vagyunk. Tehát tavaly májusban kaptunk egy feladatot, hogy mozgásszínház. És szószoros értelmében ennyit kaptunk, hogy mozgás, és szabadságot kaptunk, ami a rendezést illeti. Műhely munkákon keresztül ismerkedtünk meg a különböző technikákkal, melyeket ebben az előadásban alkalmaztunk. Pestre is utaztunk, ebből kifolyólag megismerkedtünk egy nagyon kedves koreográfusra, Máté Gabriellával, és őt meghívtuk itt az Újvidéki Színházba, és ő is segített nekünk, hogy felépítsük ezt az előadást. Valamint először is fizikailag próbáltunk kezdeni, tehát fizikai gyakorlatokat végeztünk ahhoz, hogy valamilyen formába hozzuk a társaságot. Majd november végén és december elején kezdtünk konkrétan dolgozni az előadáson. Amellett, hogy fizikailag ráhangolódtunk, a témáról is nagyon sokat beszélgettünk előtte. Eldöntöttük rögtön az elején, hogy ez rólunk fog szólni. És miután beszélgettünk egymás közt, rájöttünk, hogy sok kiábrándultságunk van saját személyiségünkkel is, meg a társadalomban is együttvéve. És akkor erre a témára dolgoztunk ki különböző improvizációkat, ezt mind műhelymunkán keresztül, és miután megvoltak ezek az improvizációk, akkor kezdtük csak összerakni magát a történetet, és akkor jutottunk odáig, hogy végletek lesz a címe az előadásnak,
ugyanis a kiábrándultságot megpróbáljuk megváltoztatni pozitívra, és úgy szintén rájöttünk arra is, hogy miközben ezt elvégezzük, akkor mi magunk meglehetősen szélsőségesen gondolkozunk. Tehát, hogy a mai társadalom végletekbe képzeli el az életét, és valójában meg lehet, hogy éppen ez az, ami miatt kiábrándultak az emberek. Először nagyon-nagyon nehéz volt mindenkinek feldolgozni azt, hogy ebben a műfajban a belsőnket kell elmozogni. Hárman rendeztétek az előadást, mekkora kihívás volt együttműködni, együtt dolgozni, hogy osztottátok be a feladatokat? Szerintem nem is osztottuk meg a feladatokat, hanem mindannyian mindent csináltunk, és annyira megértettük már egymást, hogy néha elég volt csak, hogy egy-két szót mondok, és a másik megértette, hogy én mire gondoltam, és akkor ahhoz még ő hozzáfűzött valamit. Ugyanakkor a többiek is segítettek, tehát mi inkább ilyen közvetítő dolgokat csináltunk, hogy láttunk valamit, és akkor azzal valamit kezdtünk, meg kiadtunk különböző feladatokat az embereknek. Volt egy alap elképzelésünk természetesen, és akkor csak irányítottuk a többieket. Először is meg kellett értsük azt, hogy mit akarunk mi mondani. És akkor, amikor rájöttünk, hogy jó, ez körülbelül így fog kinézni, akkor ezt valahogy el kellett magyarázni nekik. És az elmagyarázás része volt egy kicsit nehezebb. De a végére úgy összeállt minden. 17 emberrel ilyen dolgot csinálni nagyon nehéz. De azért volt könnyű, mert ismerjük egymást. Rengeteg filmet is néztünk. És így adtuk át tulajdonképpen az ötletet, hogy ez valahogy majd a miénk is talán így fog kinézni. Szeriában több mint 1 millió ember írástudatlan. Minden ötödik házasság válása végződik. Hát az elején elég kékzöldek voltunk, meg most is vannak ilyen dolgok. A nézők majd láthatnak egy-két stigmát, de ez a része a dolognak. Igen, sokkal könnyebb kevesebb emberrel dolgozni. Mondták is, hogy jó, új darab, jaj, de jó mozgás, színház, hányan vagytok? 5-6-7, és így. Igen, tudjuk, hogy 5 ember az még jó, 3 az nagyon jó, a 2 meg az ideális. De úgy érzem, hogy kivitelezhető így is, és hát hajrá. Én szeretnék továbbra is ilyesmivel foglalkozni. Erdélyben vendégszerepelt az Adai színtársulat. A Fiatalok Égtájak Szamosújvári Kulturális Napok elnevezésű rendezvénysorozat keretében mutatták be a D&D végzős gimnazisták Zenés Kálváriája című előadásokat a helyi művelődési ház zsúfolásig megtelt nagy termében. Az Adai színtársulat erdélyi vendégszereplése mindvégig kiváló hangulatban telt. A fiatalok már az utazás során is remekül érezték magukat. Igaz, a színtársulat tagjainak Kolozsvárról eleinte csak nem túl vidám dalok jutottak eszükbe. Kolozsvárik a szárnya, oda leszek bezárva, gyere rúzsám, bácsáki, ne hagyjál a kolozsvárik a szárnyába meghalni. Az érkezés után azonban a Téka Alapítvány ebédlőjében megtartott első próba az utazás okozta fáradalmak ellenére is zökkenőmentesen zajlott le. Igazából elég fáradtak voltunk, amikor megérkeztünk, meg hosszú volt az út, mivel egész éjszaka utaztunk, de aztán mi
próba után már kezdtünk egy kicsit életre kelni, és aztán amikor megérkeztünk ide a színházba, és elkezdtünk pakolni, úgy kezdtünk ráhangolódni az egészre. A ráhangolódás azután a Szamosújvári Művelődési Házban megtartott próbán is folytatódott, ahol eleinte ugyan okozott kisebb-nagyobb nehézségeket az idegen környezet, ám a színtársulat tagjai gyorsan feltalálták magukat. A színtársulat tagjai ugyan a vendégszereplés előtt tele voltak kételyekkel arra vonatkozóan, hogyan fogadja majd a közönség a Die End végzős gimnazisták zenés kálváriája című előadásukat. A fogadtatás azonban minden várakozásukat felülmúlta, amit a szűnni nem akaró taps és a produkciót követő rengeteg gratuláció is bizonyított. Hogyan érted meg a produkciót, az előadást? Hát ha lehetek őszinte, akkor én azt hiszem, hogy eddig ez volt talán a legjobb előadásunk. Nem tudom, sok volt az összeset nézve is. Szinte nem is éreztem azt, hogy színpadon játszok, hanem mint akár csak egy mindennapot éltünk volna meg, és a közönség reakciója viszont egyre jobban erősítette bennünk azt, hogy egyre jobban kiteljesedtünk, és úgy érzem, hogy a maximálisat tudta nyújtani mindenki. Szerencsére a beugróink többségének azért van színházi, illetve színpadi tapasztalata. Fantasztikus hely, tehát mindenki. Szerintem erre senki nem gondolt volna, ha egyáltalán erre szükség lesz, vagy ha ezt az utat kell választani, akkor ilyen jól fog elsülni, de szerintem senkinek nem tűnt föl, még a régiek közül sem, mert tényleg úgy zavott minden, hogy ez így van kitalálva, így volt jó, és így volt kerek. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat számít a közönség kisugárzása felénk, tehát, hogy amint bejöttünk a színpadra és elkezdtünk játszani, én egy olyan nyugalmat kaptam a közönségtől, ami egyszerűen elárasztott az egész színdarabot végig, és szerintem emiatt is. Meg hát ugye persze sok munka, stb., de nagyon fontos a közönség fogadása. A közönség hihetetlen volt, annyira éreztük most ezt, amiről annyit beszélnek a profi színészeket, az akció-reakció adok és kapok. Annyira feszült volt a figyelem, és mégis olyan jó kedv volt minden. Aztán ilyen se volt még, hogy ide jöttek volna gratulálni a színpadra, aztán meg zenész kollégák, akrobata kollégák. Az Égtájak Irodának köszönhetjük azt, hogy most itt lehetünk, illetve a Téka alapítványnak, és nagyon nagy köszönettel tartozunk nekik, hiszen egy olyan csodás élménnyel lettünk gazdagabbak, amit úgy érzem, hogy minden színésztársam nevében mondhatom, hogy felejthetetlen. Ez is az egyik, vagy ha nem a legnagyobb pozitív visszajelzés annak, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és hogy megéri a sok munkát. Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy itt lehettünk. Azt gondoljuk, hogy az előadás nagyon jó sikerült, a közönség nagyon jó fogadta. Reméljük, hogy a következő előadásainkkal is vendégszerepelhetünk külföldön, itt akár, és legalább ilyen közönség sikert tudunk majd elérni azokkal is. Az Adai Színtársulat tagjai erdélyi vendégszereplésük során ide Kolozsvárra is ellátogattak, ahol egyebek mellett megtekintették a híres Mátyás szoborcsoportot is, amely mellett itt élen korcsolyapálya is üzemel. Szerintem mindenki tele kíváncsisággal érkezett ma ide, és szerintem nem csalódtunk, sőt, nagyon jó. Mi az, ami a leginkább tetszett? Hát ez a főtér, ami most itt állunk, szerintem ez a legszebb, mármint nem sokat láttunk még, de amit láttunk, az nagyon szép. Most először vagyok itt Kolozsváron, úgy, mint városnézőben, eddig csak átutazóban voltam, de nagyon tetszik eddig, amit láttam belőle. Mely momentumai? Hát most jelenleg ez, ahogy itt vagyunk a főtéren, és itt énekelünk, és szórakozunk, ez. Süt a nap, van kint a fény, akkor majd lepítom itt a szép. Mert nagyon jó a társaság, és nagyon tetszik a város. És jól érezzük magunkat. Itt körbe sétáltunk, és énekeltünk egyet. Miket? A színdarabból két dalt. És még, ami így eszünkbe jutott, és külön címeztük a színtársulat vezetőinek. Papa, ne félts, nem leszek rossz kislány, papa, ne félts, ez csak a korral jár, papa, ne félts, ez vagyok én. Tudom, a jelszó csak őszintén.
Az Adai Színtársulat tagjai tehát az előadásuk óriási sikerének és a rendkívül jó hangulatú kísérőprogramoknak köszönhetően csodálatos élmények sorával felvértezve tértek haza háromnapos erdélyi vendégszereplésükről, és abban bíznak, lehetőségük nyílik majd arra, hogy mielőbb viszonozhassák azt a szívélyes fogadtatást, amelyben Szamosújváron részesültek. Egy egyetemista olyan jégkockákat eszelt ki, amelyek lemérik azt, hogy mennyi alkoholt iszik valaki. Daria Dendi a Massachusetts-i Műszaki Egyetem hallgatója. Egy egyetemista buli után az első segélyen ébredt fel. Nem emlékezett arra, hogyan került oda. Ez a tapasztalat adta az ötletet, hogy olyan digitális jégkockákat fejlesszen ki, amelyek jelzik, hogy mikor elég az alkoholból. A digitális kockák zselatinból készülnek, infravörös jeladóval ellátva. Ezen kívül accelerométer és ledes lámpák alkotják, amelyek változtatják a színüket a sárgától a zöldön át a pirosig, attól függően, hogy milyen gyorsan és mennyi alkoholt fogyaszt az illető. Az accelerométer méri a kortyok számát, így 80%-os pontossággal megállapítható, hogy mennyi alkohol van a vérben. Amennyiben a személy folytatja az ivást annak ellenére, hogy a kockák pirosra váltottak, a szerkezet küld egy SMS-t a barátok telefonszámára, hogy vigyék haza részeg barátjukat. A világűr peremére juthat el egy fiatal, az Ex-Apollo Space Academy program segítségével. A legrátermettebb pályázó egy űrhajó kiképzést követően esélyt kap arra, hogy részt vegyen egy űrugráson. A jelentkezők először azért versenyeznek, hogy eljussanak az Akadémia országos űrtáborába, amely a Sziget Fesztiválon lesz. Itt a magyar űrutazó jelölt mellett további öt nemzet, Montenegro, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina legjobbját is kiválasztják. Ezt követően ők hatan részt vehetnek az orlandói űrhajós kiképzésen, és közülük kerül ki az a személy, aki 2014-ben részt vehet az űrugráson. A nyertes 103 kilométer magasan néhány percig lebeghet a valódi súlytalanság állapotában. A tervek szerint a pilótán kívül csak egy személy utazhat az űrhajóban. Rakéta meghajtással 5 percen belül elérik majd a 103 kilométeres magasságot. A teljes út körülbelül 35-50 percig tart. A Fesztelent láttátok. Nézzetek bennünket 2 hét múlva is. Sziasztok! I could lie, but you never could fail.